Pasi azt mondja, hogy van hölgy a házban, hogy én mosogat. Cukor. És kapunk még egy kávét is. Aha, egyetol. Jó, a kamera miatt játsszuk el, vagy kiszolgálunk. Tehát ez ilyen illúzió, hogy ne legyen. Részes takarod. Igen, minden nap takarjam el az arcod, de közben egyfolytában azt nézi, hogy a kamera mit lesz, tudod? De amúgy én nagyon kritikus vagyok, és így fogom nézni a falnak után. De tényleg, nem nézhet, lakótársam is. Senki nem fogja zavarni, hogy nézed, de rohadtunk, hogy érdekelni, mi a véleményed. Hát de nem fogok belőle inni, ha... Akkor figyelj, vagy nincs olyan tenyeredből. Ez annyira viccesek ezek a férfi párbeszédek. És közben meg fogjuk lovasni. Nézzél tévét! Részegen! Kimegyek a kávémmal a kis teraszomra. És ja, ott a... Igen, jó taka van, látom. Mindig húzom egy kicsit, hogy én megtartom. A kis szobácska. Meg bemutatom ezt is, hogy egyéb iránt, hogy hogyan lakunk itt, vagy hogyan készülünk a forgatásokra. Ó, a francban. Mindjárt fel. Próbálok nem a napra ülni. Egyéb iránt imádom a napot, csak akkor nem, amikor reggel van. Akkor muszáj meginnom még két kávét ahhoz, hogy felébredjek. Na, még is kell tanulnom beszélni. Basszus, annyira reggel van. Tamással körülbelül egy hónappal ezelőtt egyeztettem először azzal kapcsolatosan, hogy mi az, amit szeretnék forgatni. Elmentünk könyvtárba, megnéztük az archívanyagokat róla, amelyek megjelentek, megnéztem visszamenőleg, azt hiszem, 8-10 évre az összes riportot, interjút, ami vele kapcsolatosan készült, és hát elolvastam az életrajzi ihletésű könyvét, ami igazából azért érdekes, mert nem lehet tudni pontosan, hogy mi az, ami valóban megtörtént, vagy mi az, ami fikció. Hát ma egy csomó dologra remélem megkapom ebből a választ. Elolvastam még az Arannak a két részét. A harmadikon ugye most dolgozik, vagy nem, ma már is adta, tényleg most mondta, hogy leadta már a több száz oldalt, és hogy iszonyatos. Tegnap este, ugye, amikor elmentünk vacsorázni, csak már nem forgott a kamera, akkor pont azt mesélte el, ami számomra ilyen döbbenetes, hogy egy alkotó hogyan tud így írni, hogy be volt osza minden napra az, hogy 17 oldalt kell megírnia, és addig ki nem mozdult a szobából, amíg ezt a 17 oldalt meg nem írta, szóval, hogy lehet valakiben ennyi akarat, meg erő, meg egyébként az is bennem volt, hogy úristen, hogyan lehet így csetintésre írni? Tehát, hogyha nem jön az ihlet, akkor mi a francot? Tehát megerőszakolom magam, vagy hogy jön? De remélem, erre is választ kapunk ma tőle. Elindulunk persze forgatásokra, akkor készülök egy listával és jegyzetekkel, hogy mi az a témakör, mi az a kérdés, amit szeretnék biztosan feltenni a riportalanyomnak, de szerintem a legtöbb dolog a párbeszéd közben alakul ki, főleg így, amikor így elkezd működni két embernek a kémiája, és arra kell törekedni, hogy ez így jól működjön, és így emocionálisan ráérzel az a kérdésekre, a válaszokból, hogy mi az, amit még tovább kell bontani. Szerintem az a fontos, hogy az ember ráérezzen a riportalanyára, és így szörnyűködve fogom a fejem akkor, amikor azt érzem, egy stúdióbeszélgetés kapcsán például, hogy a riporter ragaszkodik a felírt kérdéséhez, és addig üti a riportalanyát, amíg az utolsó kérdésére választ nem kap, amit ugye felírt a papírjára, és egyáltalán nem figyel arra, hogy mit mond a riportalanya. Ő ragaszkodik ahhoz, hogy véghez vigye azt a 10-12 pontot, amit ő előre leírt. Közben sokkal-sokkal több minden jön ki a különböző ilyen beszélgetések kapcsán, amit én nagyon-nagyon szeretek, és sokkal jobban élvezem ezeket mert ezek olyan fűszeresek, olyan van íze, szaga, van benne indulat, reakció, és leszarom nagyjából, hogy miket írtam fel magamnak tegnap előtt, vagy egy hónappal ezelőtt a papíromra, mert ott akkor az ott életre kell. És ez szerintem
a jó dolog. Lement egy nap a forgatásból, és én nagyon-nagyon jól éreztem magam, és tényleg azt kaptam ettől, amit így vártam. Az ember, hogyha sokáig nem dolgozik, vagy nincs képernyőn, akkor fél attól, hogy újra olyan lendülettel, akarattal, hívvel teszi majd az asztalra az új produkciót, mint korábban tette, és annyira jó érezni azt, hogy én is életre kelek, és így elkezd mozogni bennem valami. Vannak olyan dolgok, olyan elfojtott dolgok a Tamásban is, amit éreztem, hogy a beszélgetés kapcsán kijött, és ennek örülök, mert szerintem egy olyan arcát tudjuk majd megmutatni, amit eddig még nem láthatott senki. És úgy zártuk tegnap a napot, hogy nagyon-nagyon jó érzések voltak bennem. Most jön majd a második nap. Még itt éppen vasalgattam, a kollégáim előkészítik a kamerákat, a drónt. Az operatőr kollégáim nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy jó fények legyenek akkor, amikor a forgatás zajlik és történnek az események. És ezért imádom az operatőr kollégáimat, mert mindenre iszonyatosan figyelnek, és ilyen érzés szívű lények, de tényleg annyira szívük, lelküket beleteszik ezekbe a forgatásokba. És ez annyira fontos, hogy az ember olyan emberekkel vegye körbe magát, akik a legjobbak a szakmájukban, mert az őt is húzza felfelé, és engem ők már nagyon inspirálnak. Izgulok, hogy ennyi idő után is bennem van egy ilyen, tényleg egy kis feszültség, hogy tényleg ki tudjam hozni belőle azt, amit szeretnék, és hogy elkezdjen élni ez az anyag majd, ami majd utána a képernyőre is kerül. Szóval, hajrá! Maradj otthon, nézel, David! Maradj, Tamás, ever, ever, ever! Nem. Abszolút. Ugye monológot mondtam. Annyira örülök. Ezzel a haja? Igen. Természetesen. Közben jellegét. Elvesztette GoPro jellegét. GoPro jellegét. Kapcsolat jellegét.